sok mindent csinálunk ebben az évben, és egy pillanatra azért megállunk, vagy néhány pillanatra megállunk, és körbenézünk, és szerintem nagyon jó az, amit látunk, mert egy nagyon szép pályát futott be ez a zenekar, de most úgy néz ki, hogy biztos talajról indul el a következő évtizedekre, és látszik a jövőnk, és ez nagyon biztató. A jubileumi év egy nagyon-nagyon pörgős és izgalmas év lett a Liszt Ferenc Kamara Zenekar életében. Terjed a Liszt Ferenc Kamara Zenekarnak a híre tulajdonképpen a világban is, és azt lehet mondani, hogy a nemzetközi klasszikus zenei piacon is. Hála Istennek, a zenekarnak a szekere most úgy lehet, látszik, hogy jól fut, tehát tényleg teltházas koncerteket adunk, és nagyon sokat turnézunk. Nagyon remélem, hogy meg tudjuk tartani ezt a szintet. Rengeteget kell rajta dolgozni, tehát mi most nem dőlhetünk hátra, elképesztő mennyiségű munka vár minket, hogy ez ilyen szinten maradjon legalább, vagy haladjon tovább. Ez már egy óriási ajándék, ha úgy vesszük a 60. jubileumi évre, és rengeteg munkát és energiát fektetünk abba, hogy a következő 60 év, ha úgy tetszik, vagy legalábbis annak az eleje, az egy tényleg egy olyan svunggal tudjon indulni, amire most már készen állunk, és a zenekar zenészei is nagyon lelkesen és inspiráltan állnak ehhez a következő időszakhoz is. Én azt gondolom, hogy azt a kitűzött célunkat, hogy világszínvonalon játszunk, és az első kamarazenekarok között legyünk a világon, azt elértük már most is. Szerintem nagyon fontos minden zenei együttesnél, és főleg egy ilyen kisebb létszámú zenekarnál az, hogy önazonos tudjon maradni, és a zenészek azokban a darabokban tudjanak hinni, amelyeket éppen műsorra tűznek. Emellett a világ is valamilyen szinten átalakulóban van, bizonyos szempontból jó értelemben is, és ezt arra értem, hogy egyre inkább azok a produkciók tudnak érvényesülni a világ színpadain, amelyek tényleg őszinte indítatásból is olyan tradíciókat ápolva, vagy olyan tradíciókat képviselve születnek meg, mint például nekünk a Liszt Ferenc Kamara Zenekarnál azok a hangzásbeli zeneiségi tradíciók, amik egyértelműen a magyar zenekultúrát tükrözik.